Nagyon köszönöm azt a segítséget, amit ebben az évben kaptam. És már nekem kicsit többet kell mondanom, mert én már öregebb vagyok, mint Kálmán bácsi, 17 évet kell, hogy mondjam. És ezzel a 17 év alatt, igen, ahogy igazgató is mondta, rengeteg nemzetközi versenyen, budapesti versenyen részt vettünk szép-szép eredményekkel. Ezt köszönöm a gyerekeknek, és köszönöm a szülőknek. A picinke kórus nagyon sok édesanyák napi dalt énekelt. Mi egy tirácsokot adnánk át önöknek, amely tulajdonképpen a Nemzetközi Kórusverseny műsora volt. Ezzel szeretnék kedveskedni az anyáknak, édesanyáknak, nagymamáknak, keresztmamáknak. Az első műsorszámunk, mivel Liszt év van, 200 éve annak, hogy Liszt Ferenc megszületett, Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendájából egy részletet fognak hallani, amely tulajdonképpen a kötelező mű volt. Meg kell említenem, és nagyon nagy szeretettel teszem, hiszen a két magyar kórus kísérő zongora tanára és Román Henriett, akiknek nagyon-nagyon köszönöm az eddigi munkáját. Yeah!
anyagból, polifon szerkesztésű, ami azt jelenti, hogy igencsak nehéz mű. Oh.
kedves szülőknek, nagyon szép csöndben hallgat, és megkérem a ti kedves tanítványomnak, Rubinának az édesapját, Szász Zsoltot, aki kapcsolódik a szülő, tanár, diák koncertünkhöz, hogy játssza el nekünk a Milyen szép a világ című slágert. Szász Zsoltot köszönjük!